Üdvözöllek! Korábban már foglalkoztunk fájlok titkosításával. Egyébként ezt a videót a folyamon meg is tudod nézni, hogyha beírod a keresésbe azt, hogy titkosít, akkor látható fájlok titkosítása egyszerűen, jelszavak biztonságos tárolása. Hát ez nem éppen fájl titkosítás, de némileg hasonló kategória, illetve az online tárolt fájlok titkosítása. Ha ezeket esetleg még nem nézted meg, akkor nézd meg, ezek is hasznosak, de most egy ennél specifikusabb témát néznénk meg, mégpedig a szöveges fájlok titkosítása. Ezek ilyen szimpla TXT fájlok, hát végül is olyas, mint a jegyzettömb, amit ugye tud tárolni egyszerű szöveget. Itt magát a fájlt azt nekünk nem kell külön titkosítani, hanem a használt program ezt elvégzi automatikusan. Persze van több ilyen program is, online is többek között, de vannak letölthető hagyományos programként működő megoldások is. Az egyik ilyen a CryptoTE nevet viseli, hogyha erre rákeresel, akkor itt van az első találat. Meg is nyitom, és akkor itt a letöltésben látható, itt van a telepítő. Hát egy picit réginek tűnik, 2009-es, ettől függetlenül tökéletesen működőképes. Tehát ezt kéne akkor letölteni és telepíteni. A telepítést most nem néznénk meg, mert ez tényleg nagyon egyszerű, a szokásos módon működik, és különösebben semmit nem kell vele tenni. Van egy másik is egyébként, ez a Deadbolt Edit névre hallgat, ezen a címen érhető el. Hát ez eléggé hasonlóan működik, mint ez a CryptoTE. Ezt is megnézheted, erről a címről le tudod tölteni a download menüpontban. Most csak ezt nézzük meg, mert az elvük az igazából eléggé hasonló. Kirakhatjuk teljes képernyőre és akár, és akkor tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs, mint hogy ezt elindítjuk, itt gépelgetjük a szöveget. Így aztán, hogyha úgy gondoljuk, hogy végeztünk, akkor ezt el is menthetjük. Persze látható, hogy vannak ilyen eszközök, hogy szöveg keresése, vagy keresés és csere, vagy éppen egy adott sorhoz ugrás, meg például dátum és idő beszúrása, visszavonás, aztán megismétlés, kivágás, másolás. Hát ezek a szokott módon mennek igazából. Szóval, hogyha szeretnénk ezt elmenteni, akkor ide kéne kattintani a legelső menüpontra, és akkor szévesz. Ki kell választani azt a helyet, ahova szeretnénk elmenteni, ezt most megtettem. Látható, ennek egy ilyen speciális kiterjesztése lesz a keletkező fájlnak, legyen az a neve, vagy első. Hát éppen lehetne ékezettel is. Mentés. És akkor látható, bekéri itt a jelszót. Beírtam azt, hogy valami. Hát ez nem egy túl erős jelszó. Célszerű ennél erősebb jelszavakat megadni. Itt mutatja egyébként a jelszó erősségét. Arra kell odafigyelni, hogy az elmentésre kerülő fájl eredeti titkosítatlan formában nem kerül elmentésre. Tehát, hogyha a jelszót elfelejtjük, vagy rossz jelszót gépelünk be, akkor ezt később már nem igen fogjuk tudni visszaállítani, tehát nem tudjuk majd megnyitni ezt a TXT fájlt, illetve hát ECT kiterjesztésű, de valójában egy szöveges TXT fájl. Hát van itt egy ilyen leírás, ezt szabadon megadhatjuk, de most én ezt így hagyom, és akkor oké. Okay. Kapunk egy figyelmeztetést, hogyha a jelszóval probléma lesz, akkor ezeket az adatokat, szövegeket nem fogjuk tudni visszaállítani. Rendben, oké, ezt tudomásul vettük, és akkor bekéri újra a jelszót. Megint beírom, hogy valami. És akkor ezzel ez így elmentésre került. Van ez a subfile lehetőség itt. Látható, Ctrl-N-nel egy új subfile tudunk készíteni. Ez azt jelenti, hogy látható, hogy valójában igen, ez tényleg TXT, csak hogy amikor elmentjük ilyen ECT formátumban, akkor az tartalmazhat több fájlt tulajdonképpen. Ilyenkor már csak Ctrl-S-re el tudjuk menteni, vagy container, és akkor save. Hát most nem aktív, mert nincs mit elmenteni. Most módosítom, látható, rögtön aktív lett. Tehát egy ilyen titkosított szöveges fájl tulajdonképpen egy ilyen konténer, amely tartalmazhat több darab TXT-t is. Ez nem egy rossz dolog, mert előfordulhat, hogy szeretnénk több ilyen TXT fájlt is titkosítani. Ezek ilyen egymással összefüggő dokumentumok, tartalmilag összefüggő dokumentumok, és ezt el tudjuk menteni egy ilyen ECT fájlban. És igazából ez így ennyi. Ha végeztünk, akkor fogjuk, bezárjuk az egész programot, és kész. A megnyitás az a szokott módon működik, ide mentettem, látható. Hát ez készít ilyen biztonsági másolatokat is, de most megnyitom az eredetit, első ECT. Látható, hogy a kiterjesztés hozzárendeli ez a programhoz. Itt bekéri a jelszót, valami,
és látható, hogy megjelennek itt az ebben az ECT fájlban lévő TXT fájlok, amelyeket aztán szabadon tudjuk módosítani, majd elmentjük. Ilyenkor a jelszót persze már nem kéri be újra. Tehát ez így működik, létrehozhatunk persze újabb ilyen subfájlt, egy ilyen TXT fájlt. Ezeknek a fájloknak egyébként, hogyha kattintunk egy jó begérrel a lapra, erre a fülre, properties, akkor ennek adhatunk valamilyen nevet. Test.txt, szerző, és még egyéb dolgok. Hát ezek annyira nem érdekesek. Elmentjük, bezárjuk, megnyitjuk újra. És látható, hogy ott van test. Mi történik akkor, hogyha ezt bezárjuk? Majd a programot is. Elindítjuk újra. Látható, hogy újra ott van. Tehát ez nem gond, hogyha ezeket bezárjuk. Ide klikkelve egyébként alulra itt a container részben látható, hogy Delete Subfiles. Kiválasztjuk, akkor ez törlésre kerül, ez a TXT file, igen, és akkor ennyi. Elmentjük, bezárjuk, megint elindítjuk valami, és látható, hogy most már csak kettő TXT-t tartalmaz. Hát ez így működik. Természetesen létrehozhatunk mi teljesen új fájlokat itt a konténerben. Ezt be is tudjuk zárni, az aktuálisat, és látható, hogy ilyenkor automatikusan létrejön egy új, vagy hogyha magát a programot csak elindítjuk, tehát nem egy fájlt nyitunk meg, akkor rögtön létrejön egy új, amelyet aztán rögtön el is menthetünk, ide kattintva, vagy a Container Save As, vagy a Ctrl-Shift-S. Ugyanaz a folyamat, mint itt az elsőnél, igazából ebben már semmi különlegesség nincsen, úgy gondolom.